Marton Bernát atya 1956. november 20-án 15 éves korában hagyta el Magyarországot. Egyik bátyja 1943-ban lett ciszterci rendtag, és 52-ben került az Egyesült Államokba. Marton Bernát 1958. január 4-én ért Dallasba, előtte többször eltévedt, New Yorkban is. Meg van győződve róla, hogy útját végig a gondviselés kísérte és kíséri mind a mai napig. 55 évesen kezdett el futni, 2 évvel később vállalta az első maratont. Azóta minden évben teljesíti a távot. 7 éve az ultramaratont sem hagyja ki. Nem is verseny, csak az, hogy érezzék a futásnak a szenzációját. Az, hogy öröm futni, az, hogy ezt mindig lehet csinálni életük végéig. Jó példa vagyok, 55 éves koromban kezdtem el futni, azóta 32 maratont és 7 ultramaratont futottam le. Az embernek csak cipőre van szüksége, és az, hogy kitartó legyen. Egy kis edzés, nagyszerű, és utána pedig egész életére ezt meg tudja tartani. Bernát atya a dallasi ciszterci gimnáziumban tanít latint és franciát. A 350 fős iskolába jár néhány magyar származású tanuló, de ő az egyetlen magyar paptanár. Dallasban és környékén magyar nyelvű miséket is tartanak a 250 fős közösségnek. Az atya ebben a fél évben a ciszterci Szent Imre gimnázium angol tanára. Egy hétre Pécsre is ellátogatott. Hát elvileg úgy jött az atya, hogy olyan pihenős, nyugodt, kikapcsolódós idő legyen, de pont ma beszéltük, hogy úgy befogtuk szegényt, hogy alig marad ideje bármire is. Bemegy órákra, mesél az élményeiről, akkor részt vesz a kollégiumi ballagáson, átmegy, meglátogatja a Szent Margitos gyerekeket, volt a biológiai laborunkban, kísérletet mutattunk, meg egyáltalán bemutattuk az egészet az atyának. Azon kívül most nálunk elég nagy fesztivál van egész héten, mert most lesz holnap a Lajos nap, és ilyenkor királyválasztási programok, mindenféle egyebek, az atya ezekbe is bekapcsolódik. Tehát igazából pillanatnyilag én úgy látom, hogy része az életünknek. Bernát atya 32 maratonnal és 7 ultramaratonnal a lábában elmondta, szeretné, ha minél többen megtapasztalnák a futás örömét. Csak egy futócipő kell, akárki, akármikor elkezdheti. A tervek szerint a ciszterci rend Nagy Lajos gimnáziumában ezentúl minden évben megrendezik az áprilisi futógálát.